A legújabb őrségi turisztikai termékfejlesztésről szeretnénk néhány gondolatot közölni a hallgatósággal, ez pedig az őrségi kerékpárutak dolga. Azt gondolom, hogy egyáltalán nem elhibázott dolog, hogyha évről évre előrukkolunk a turizmus területén valamilyen új fejlesztéssel, és hát az őrség kiaknázatlan háttér kapacitása az óriási, tehát van miből meríteni bőségesen. A meglévő kerékpárút, illetve a meglévő úthálózaton kívánjuk kialakítani, kitáblázni ezeket a kerékpárutakat, lévén, hogy a közúthálózat, mivel nem túlságosan terhelt forgalom által, ezért kiválóan alkalmas a kerékpáros közlekedés lebonyolítására. De az ötletgazdának hadd adjam át a szót, Lugosi Arnoldnak, Szala főpolgármesterének. Gyakorlatilag arról van szó, hogy kitaláltuk, hogy hogyan tudnánk az őrséget behálózni kisebb kerékpárutakkal, és ez több szempontból is, vagy különösen fontos kérdés ma az őrségben, úgy gondolom, mert egyre több kerékpáros turista érkezik ide hozzánk, és hát mindenfele bolyonganak mindenféle utakon, de ugyanakkor nem tudják pontosan, hogy merre az ideálisabb kerékpározni. Ugye vannak jó erdei útjaink is, amit érdemes végig biciklizni, aztán azon kívül, ahogy Zoli is említette, nem annyira forgalmasak a közutak sem. Igazából nem kerékpárutat építünk, tehát nem épül egy méter kerékpárút sem, most sem sajnos, de a meglévő utakat kitáblázzuk, és ez nem csak a magyarországi őrségi településeket érinti, hanem a határon átmegyünk szépen Szlovéniába is, és a muravidéki településeket, néhány muravidéki települést is, néhány egykori történelmi őrségi települést is érint. Tehát kimegyünk Hodos, Kapornak, Tomonkosra, és akkor visszajövünk el a szomornál Magyarországra. Így egészen gyakorlatilag a kerékpárút az közel egy 100 kilométeres kör lesz, ez három részből adódik, és akkor mondjuk Üri Szentpétertől Szentgyörgyvölgyig, meg Kerkafalvától egészen a szlovén hodosi körbe így lehetne behatárolni.